Ismét itt a szeptember, a vakáció végével pedig nem csak a tanév kezdődik újra, hanem a tanárok és a diákok közös demonstrációi is. A tüntetések másfél éve zajlanak, eddig sajnos nem túl sok sikerrel, a parlament júliusban például simán átengedte a státusztörvényt. Ennek hatására a szakszervezetek tömeges pályaelhagyást vártak a tanárok részéről, azonban ebből eddig kevés látszik. A tiltakozó diákok és tanárok szeptember 15-ére egy hídfoglalást, szeptember 1-ére pedig egy felkészítő demonstrációt jelentettek be. Mi most az utóbbira látogattunk ki. Olyan, mintha vesztésre állna a pedagógusok, illetve az oktatás ügye. Én azonban azért bízom abban, hogy ez nem így van, mert különösen státusztörvénynek a megszületése jelentheti azt, hogy igenis van egy komoly félelem a vezetés részéről, a kország vezetése részéről, hogy nem úgy alakul minden, ahogy eltervezték. Márha egyáltalán terveztek valamit. Szerintem egy olyan ügy, az oktatás ügye, és tényleg itt annyi embernek az életében vesz részt aktívan ez az egész dolog, hogy nem szabad hagyni egyszerűen, hogy ez a tüntetés hullám, az ülősztrájk mozgalmak, ezek így elhaljanak. Egyébként én már azt is sikernek könyveltem el, hogy volt egy ilyen párbeszéd a pedagógusok és a kormány között, viszont ez nem zárult egyébként sikerrel. Olyan alapvető értékek, amelyekben nem szabad egy ember gátolni, és ilyen az egyik legfontosabb az, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága. Az, hogy kimondva kimondatlanul bele vannak kényszerítve a pedagógusok abba, hogy kiszolgáltatva legyenek egy teljesen szubjektív értékelési rendszerbe. Az, hogy az ő felelősségük két teszik azt, hogy meghosszabbodik-e a tanév, avagy sem, az, hogy megfigyelik az ő saját munkához használt elektronikus eszközeiket. Azt gondolom, ez mind-mind olyan dolog, ami messze nem fér bele, hogy egy demokráciában egy alapvető emberi kapcsolatban. Olyan szinten akarják minden szempontból korlátozni a tanárokat, hogy én kimondottan szörnyűnek tartom. Tehát amíg a miniszterek, a képviselők maguknak simán fél évente emelik százezrekkel, milliókkal a fizetésüket, és minden más, a focistáknak milliós fizetésük van, és akkor a tanároknak mindig az van, hogy a Brüsszel, majd Brüsszel, amikor küld pénzt. Tehát ilyen nincsen. Amikor nem voltunk Európai Uniós tagállam, akkor is volt a tanároknak fizetése, meg volt fizetésemelés is. Tehát undorító, hazugság az egész. Hogyha sikerülne valamiféleképpen elérni azt, hogy úgymond befagyasszuk kicsit az oktatást, mint ahogy egyébként a taxis blokkáddal történt, hogyha lehetne egy olyan megmozdulás, ami tényleg felhívná a kormány figyelmét arra, hogy itt igenis probléma van, és itt nem jók azok már a nem is fél, hanem negyed megoldások, amiket ők hoznak, akkor az lenne az igazi siker. Hogyha tényleg mondjuk minden iskola fogná magát és kivonulna mondjuk, vagy minden iskolában beszüntetnék az oktatást, akár csak egy napra is, vagy akár csak több órára is. Tehát, hogyha azt érezném, hogy az egész ország aktívan részt vesz a tüntetésben és az ellenállásban. Úgy lenne értelme a sztrájknak, hogyha tényleg minden tanár beleállna, és egyszerűen nem mennének be tanítani. És akkor nincsen más választás a kormánynak, tekintve, hogy tényleg nem lesz akkor oktatás. Így viszont, hogy nem állt bele minden tanár, és ugye behozták a státusztörvényt, így a volt iskolámban azt hiszem minimum 8 tanár most mondott fel, és szerencsére én már nem járok oda, és nekem jelenleg a gimnáziumomban vannak tanáraim, viszont öcsém, aki még mindig oda jár, én nem tudom, hogy mennyi, valószínűleg nagyon-nagyon nehéz lesz neki felkészülni a felvételire tanárok nélkül az iskolában, és szerintem szörnyű ez a helyzet így, és hogyha tanárok nézik ezt az interjút, vagy hallgatják, vagy bármi, akkor valamit kezdeni kell, és tényleg úgy álljunk bele, hogy ne lehessen mást kezdeni velünk. Úgyhogy igen. A kormány nagyon szeret azzal védekezni, hogy a tanároknak mindössze egy kis része az, aki ténylegesen kijön tiltakozni, és a nagyobb rész az elégedett, mert nincs itt. Te mit gondolsz azokról a tanárokról, akik nem vesznek? Nem elégedettek, csak félnek. Féltik az állásukat, féltik a karrierüket, szóval valószínűleg ez lehet az oka, hogy nem jönnek ki. Nekik üzennél valamit? Az, hogy ne féljenek.